Kedves testvérek, tisztelt ünneplő gyülekezet! Azért gyűltünk ma itt össze, hogy megünnepeljük a faszt. A hatalmas Bránert mi egységben tartja és működteti a világot. Hiszen a fasz irányítja a férfiakat, a fasz irányítja a nőket, a faszok irányítják az országot. És most persze általánosítok, meg vannak olyanok, akik a fasz tagadják, erezenekek, kik nem adják az egyhitet, azt állítják, hogy nem jó, ha a fasz állítják, ők persze a fasz nélküli liget kies betumpoklán fognak szenvedni. Ám ti, igaz hívők, kik ünnepelni összegyűltetek, hallgassátok meg, mit mond legszentebb könyvetek, figyelmezzünk Csicsolina könyvének olvasásra. Kezdetben volt az egy fasz, a világfasz, amit a Jóisten harmadnapra teremtett. A világfasz, ami egyben tartja az eget és a földet, régen még kicsi volt, aztán legyökerezett, kilombozódott, szárbaszott kent, és nő, a viagra kék égig, mutatva a tudat, és így megmutathat mindenkült a tudat, hogy bármit elérhet, egyenesen a csúcsra törhet az, kit a jó szerencse jó faszra ültet. Elégázott. A kieléguléshez vezető út sokszor rögös, bordázott, és méteres kékhegyek targítják, bizony az élet sokszor szobás, igaz? Egyet jegyezd meg, soha ne fogazz. Nézz a szemébe, és nézz, amíg az élet élvez, hisz az alagút végén ott vannak már a fehér fények. És ne feledd, fele barátod faszával, csak azt tedd, mit szeretnél, hogy tenfaszoddal is tegyenek. Ezért nem szabad más bránerével ékeskedni, meg más faszával a csalánt verni, mert megüti kukáját, aki a faszban rak. Én, az anyaszlent fagyház felszentelt pöcspöke mondom ki nélkül, rossz ember nem lehet, ki a fasz magába vesz. Hiszen ahogy az írás mondja, boldogságra lelki kemény faszra lel, s nem lesz azzal dolgozni, jutalmát nyeli el. De mondjál, jó proféta, mondjam, a Ferrari vostro figa, vagy a népnyelvi, fogd meg a pináját, és menj brékével!